A hagyományoknak megfelelően idén is köszönti a leendő elsős gyermekeket és hozzátartozóikat Kazincbarcika város önkormányzata, a Kazincbarcikai tankerületi központ és a Tiszán inneni református egyházkerület. A Gólya fióka avató ünnepségen mintegy 300 gyermeket látnak vendégül a város főterén augusztus 30-án 17 órától. Eső esetén az Irinyi tornacsarnokban tartják meg a rendezvényt. Az összejövetel célja, hogy emlékezetessé tegyék a tanévkezdést a kicsik számára, és esküjük révén elősegítsék, hogy közösségük teljes jogú tagjává váljanak. A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola fogja kezdeni a programot nagyon jó kis rajzfilmslágerekkel. Ez lesz a felütés, aztán bevonulnak majd a gyerekek, természetesen közel 300-an ugye az általános iskoláinkból, úgyhogy itt lesznek a tompások is, tehát a református iskola is. Aztán jön egy kis köszöntő, lesz egy kis elemózsia osztogatás, lesz majd eskütétel, hiszen ugye minden elsősnek, leendő elsősnek le kell tennie az esküt ahhoz, hogy elkezdhesse az iskolát. Utána megint egy kis kulturális zenei program, és utána pedig a kitűzőnek a kitűzése jön majd a gyerekekre.